Jó estét kívánok, köszöntöm mindazokat, akik úgy döntöttek, a mai estét újra velünk töltik vendégünkben, Csik János parlamenti képviselő. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Jó estét kívánok. Nem titok, ezt az adást szerdán rögzítjük, és ön közvetlenül a megyei kórház átadó ünnepségéről érkezett hozzánk. Szerencsére csak az ünnepségről is, nem kellett befeküdni egyik osztályra sem. Már teszem hozzá, hogy ennek az átadó ünnepségnek éppen az az egyik legfontosabb üzenete, hogy innentől kezdve a legfontosabb kiemelt osztályokra bekerülő betegek európai normális körülmények között részesülhetnek a kórházi szolgáltatásokban, ha már oda kell kerülniük. És ezzel persze párhuzamosan az ott dolgozó szakdolgozói állománynak, ápolóknak, főnővéreknek, nővérkéknek, orvosoknak, mindenkinek a munkakörülménye is jelentős mértékben javultak, és olyan diagnosztikai háttér teremtődik meg a Szent Borbála kórházban, amelyre mondhatjuk azt, hogy évtizedek óta várunk, hiszen a CT beszerzésére sor került a 90-es évek végén, de az MR készülék, amely a mai modern diagnosztikához elengedhetetlen, azzal nem rendelkeztünk, az nem állt rendelkezésre, és így Székesfehérvárra, Győrbe, Budapestre kellett a szükséges vizsgálatok elvégzése érdekében a betegeknek menniük. Tehát a mostani beruházás az új pavilonnak az átadását foglalta magában, és a két nagyon fontos diagnosztikai berendezésnek az átadását, a meglévő korábbi műtőknek a korszerűsítését, a betegutaknak a lerövidítését. De további fejlesztések is vannak folyamatban, hiszen nem optimális pályán történt meg a beruházás. Eredendően egy 5 emeletes pavilon építéséről volt szó, amely az egész térség ellátását tudja biztosítani. Egy telephelyre való költözés kötelezettségét vállaltuk. A finanszírozási feltételek csak 4-szintes kórházépület megépítését tették lehetővé, így veszélybe került a szanatóriumból történő leköltöztetés az ott meglévő osztályoknak. Akkor viszont nem lehet teljesíteni az Európai Uniós pályázatban vállalt kötelezettségeinket, és veszélybe kerül az elnyert támogatás, azt vissza kell fizetnie a kórháznak, a fenntartónak, tulajdonképpen a magyar költségvetésnek. Ezért kerülő utakon kerestük azokat a alternatív finanszírozási lehetőségeket, más pályázatokat, akár energetikai pályázat, műszerbeszerzési pályázat, amelyből aztán végül is az eredeti induló 5 milliárdhoz képest egy 10 milliárdos fejlesztési csomagot sikerült összerakni. Így a következő hónapokban még a most megürülő épületek felújítása történik, meg utána a szanatóriumból a ott lévő osztályok leköltöztetése, és ezzel párhuzamosan a most elnyert, hiszen a napokban egy újabb, több mint 1 milliárd forintos támogatást sikerült elnyerni, a teljes régi diagnosztikai, tehát a hagyományos ultrahang, röntgen, egyéb diagnosztikai berendezéseknek a teljes körű cseréjére is sor kerülhet. Tehát mondhatjuk azt, hogy infrastrukturálisan, ha nem is a legoptimálisabb módon, de tisztességes körülmények közé fog kerülni a Szent Borbála kórház, amely ellátja Tatavárosát, a környékbeli településeket, Oroszlányt, Kisbért, Komáromot is a sürgősségi és a kiemelt szakmai osztályok vonatkozásában. Helyére kerül, van egy új orvosigazgató, itt a mi dolgunk, az én dolgom is, a polgármester kollégáknak a dolga, és ezt is kértem éppen tőlük a mai napon, hogy segítsük az új orvosigazgatót, hogy azt a belső átalakítást, áramvonalasítást, a letapadt izomzatnak a, hát hogy mondjam, finom fölszedését, amit el kell végeznie, azt támogassuk, hogy újra a 3 évre elnyúlt beruházás után újra visszanyerje a szakmai mozgás képességét is a kórház, és tudjuk közelíteni a lakossági elvárást, a kórház által nyújtandó szolgáltatásoknak a megbízhatóságával, minőségével, hogy helyreálljon újra az orvos-beteg bizalmi kapcsolat, mert anélkül nem lehet hatékony gyógyító tevékenységet végezni. Ön úgy szokott fogalmazni egy-egy problémával kapcsolatosan, hogy beleáll, bele kell állni. Hát a kórház ugye ez nagyon komoly beleállást igényelt, ez már hosszú, mondhatom, évtizedes történet. Azért a mai köszöntőmben elnézést is kértem mindazoktól, akik esetleg a gyúródás, taposás, könyöklés közben
kényelmetlenül érezhették magukat. Az elsősorban a intézmény fenntartó gyemszi és a kormányzati szakpolitika környékén elhelyezkedő személyeket érintette, mert időközönként egy kicsit karcosabban kellett fogalmazni annak érdekében, hogy világossá váljék az, hogy itt nem babra megy a játék, hogyha nem tudjuk teljesíteni azokat a pályázatban vállalt kötelezettségeket, amely alapján az Európai Unió kifizeti az elvégzett munkálatokat és a beszerzéseket, akkor összedőlhet az egész mutatvány, ami a saját költségvetésünket, az ország költségvetését fogja megterhelni. Aztán végül is sikerült, persze nem olyan egyszerű az ott döntési helyzetben lévőknek a helyzete sem, mert az egészségügyi beruházások, kórházi beruházások túlnyomó többsége az hasonló cipőben járt, és a pótelőirányzatokért elég erőteljes küzdelem volt folyt a háttérben. Hát ez a képviselői munkának a velejárója. De hát Istennek sikeres. További siker volt, hogyha napokban megyünk vissza, egy nappal korábban Tatán ipari parkban alapkőletétel, vagy inkább keresztgerenda beemelés volt egy új szereplő, aztán Tatabányán is hasonlóképpen. Hogyha kampányidőszakban lennék, akkor azt mondanám, hogy az ilyen céltudatos sikersztorinak a felépítés, hogy mindent most kell átadni, de hát erről szó sincs, és mégis így történik. Hát mindent akkor kell átadni, amikor elkészül. Arról pedig én nem tehetek, hogy a itt élők, a tataiak, tatabányaiak, környékbeli települések lakói által kialkudott vállalásokat teljesítjük, és ennek megvan a kézzel fogható, látható eredménye is. Azokat át kell adni, tehát mese nincsen. Azt gondolom, hogy ez nem szégyen a cipész is, hogyha egy jó cipőt készít, vagy a Uri Szabó, a méretes Szabó, és az tökéletesen passzol a kliensre, és az meg van vele elégedve, hát akkor a Szabónak sem kell szégyenkeznie. Tehát valahogy így kell tekinteni a közszolgálat ezen részére is, ami nem egy egyedi és egyéni teljesítmény, hanem egy közösségi összefogásnak az eredménye. És itt leginkább az, hogy Tata városa, a tatai önkormányzat az elmúlt években jelentősen javított a gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos felkészültségén, rugalmasságán. Egy szorosabb együttműködés jött létre a Tatai Ipari Parkkal, és ennek köszönhető alapvetően ennek az összefogásnak, a közös munka folyamatos egyeztetésének, hogy föl lehetett mutatni még Tatabánya árnyékában is Tatán az önálló ipari parkot, és hála Istennek nem csak egy új foglalkoztatóval, hanem egy új adófizetővel gyarapodik Tata városának a gazdasága. És ezt azért fontos kiemelni, mert mindenki a munkahelyekre koncentrál, fontos ez a 100 munkahely, de sokkal fontosabb az, hogy stabil költségvetési helyzete legyen egy településnek, mert ma már ahhoz, hogy biztonsággal lehessen városüzemeltetés és kisebb léptékű városfejlesztési beruházásokat megvalósítani, akár most ugye az építők parkjában ott a büfésoron lehet látni, hogy egy komolyabb beavatkozás van, vagy éppen itt a televízió stúdiójával szemben lévő országház téren is felújítási munkálatok folynak, ahhoz meg kell teremteni a saját bevétel lehetőségét, és a költségvetések, a helyi költségvetések akkor stabilak, vagy akkor lehet őket stabilizálni, hogyha legalább egy harmada a bevételeknek helyi iparűzési adó bevételből származik. Ebből a szempontból fontos nagyon az, hogy egy újabb befektető van az ipari parkban, amely munkahelyet is teremt, de már 2017-ben elkezdi az iparűzési adó fizetési kötelezettségét is teljesíteni. A Tatabányán ez már folyamat? A Tatabányán ez már elérte ezt a szintet, ott már több mint egy harmada a költségvetésnek helyi adóbevételekből finanszírozódik. Itt Tatán még ezt az arányt nem sikerült elérni, de jó esély van arra, hogy újabb befektetőkkel tárgyalva, hiszen az önkormányzat polgármester úr jelenleg is tárgyal egy élelmiszeripari befektetővel, az elkövetkezendő években szépen helyre billenhet a helyi városi költségvetésnek a finanszírozása, finanszírozhatósága, és akkor tényleg el lehet tekinteni akár a fejlesztési hitelek felvételétől is, és a kisebb léptékű, de a lakosság által nagyon fontosnak tartott kisebb beavatkozások, csapadékvízelvezetés, egy kis járdajavítás, egy kis játszótér kialakítás, akkor könnyebben fog tudni menni Tata
életében is. De ezt mindenkinek látni kell, hogy ezek a feltételek így egymás után teremtődhetnek csak meg. Először le kell telepíteni termelő tevékenységet folytató gazdasági társaságokat, amelyek értéket állítanak elő, amelyből adóalap képződik, és utána pedig az adót be is kell hajtani, és aztán a képviselőknek, önkormányzati képviselőknek pedig dönteni kell annak a felhasználásáról. Ha már beruházás és pályázatfejlesztés, akkor a vidékfejlesztési pályázatok is megjelentek a honlapján, olvastam. Mi az, ami érinthet bennünket? Ezek már a 2014-20 közötti Európai Uniós, illetve magyar állami támogatással megvalósítandó programok. Ezek kis-közepes léptékű fejlesztési programok. Alapvetően a vállalkozásokat hozza kedvező helyzetbe, azokat a vállalkozásokat, amelyek agrártevékenységet végeznek, vagy a turizmus, az agro vagy ökoturizmus területén tevékenykednek, és nagy hozzáadott értéket állítanak elő. Na most itt azt lehet látni Tatán is, és a vonzás körzetében is, a Tatai medencében, a Tatai járás területén lévő települések életében, hogy ilyen jellegű tevékenységek eddig is voltak. Most ezeket lehet közös attrakcióra úgy felfűzni, hogy ne csak a helyi közösségek, ne csak az önkormányzatok, hanem a kis, közepes vállalkozások is tudjanak a maguk területén fejlődni. Mire lehet itt gondolni? Tehát megépül egy kerékpárút, az elmúlt években épült Tatabánya Tata között is, most megépült Tata is. Dunaalmás között a kerékpárút. Az érintett településeken lehet erősíteni a falusi turizmust, akár szálláshelyeknek a kialakításával. Vérteszőlősön éppen a napokban adtunk át egy új falusi turizmus vendégházat, nagyon jó színvonalon, de ezekre rá lehet és rá is kell fűzni még az attrakciókat, akár tanösvényekkel, különböző ökoturisztikai programokkal. Ebben sokat tud tenni a Tatai Ökoturisztikai Központ is, amely most már lassan másfél esztendeje működik, és rá lehet fűzni azokat a termelvényeket, azokat a kézműves termékeket, élelmiszereket, amelyek erősíthetik a gasztronómiai turizmust is, a szelíd turizmus, ökoturizmus területén. De nem kell abban gondolkodni, hogy a világ másik végéről kell feltétlenül jönnie a vendégeknek. Elég csak megteremteni azokat a kultúrát, vendégfogadási körülményeket, mondjuk az építők parkjában, hogy a Tatabányáról kikerekezők, családi körben kikerekezők, azok hát elvárható, normális, gusztusos környezetben tudjanak akár egy pár kolbászt megenni, vagy egy pohár sört meginni, tovább kerekezni akár Dunaalmásig, és ott is hasonló körülmények közötti szolgáltatásban részesülni. Ez a helyiek számára tud megélhetést biztosítani, és hát ilyen fejlesztésekre, ilyen attrakciókra lehet akár feldolgozói háttérnek a kiépítésére forrásokhoz jutni. Hát ahogy a Ferenc Major is újul megfelé a vállalkozók közreműködése által, ott egy kisvágóhíd indult el az elmúlt esztendőben, amely már tovább terjeszkedik egészen Komáromig, ahol üzletet nyitott, de az itt élő embereknek, akik itt dolgoznak, azoknak nyújt megélhetési lehetőséget. Aztán a másik a vendéglátás területén fejlesztett és a volt magtárat hozta rendbe. Én azt gondolom, hogy szenzációs körülményeket teremtve akár vállalkozói hát rendezvényeknek, tehát ipari befektetői rendezvényeknek a fogadására is. És a harmadik az pedig a saját éttermébe egy olyan értékláncot szeretne fölállítani a saját éttermének, konyhájának a kiszolgálására, amelybe ellenőrzött módon kerül be a hús termék, a hús előállításához szükséges jószágnevelésnek a takarmányát is saját maga ellenőrzött módon termeszti meg. A konyhára kerülő zöldségek megint csak a saját kertészetének a fejlesztésével valósulhatnak meg, mert akkor tud felelősséget vállalni azért a minőségi szolgáltatásért, amelyet nyújt a vendégek számára. Ez persze a különböző láncolatok területén újabb munkahelyeket tud teremteni. Mint ahogy a főtérnek a megújítása is ugye történik Tatán, a Kossuth tér, és azért lehet látni, hogy ott egy-két épületben már van mozgás,
ott már a tulajdonosok, a régi vagy új tulajdonosok, ott már elkezdtek alkalmazkodni a megváltozó körülményekhez, és látnak abban fantáziát, hogy oda valamilyen gazdasági tevékenységet, szolgáltatást vigyenek be, ezzel is gyarapítva tulajdonképpen a városnak az összvagyonát, és néhány jövőbeni munkatársuknak megélhetést biztosítva. Hogyha ugrálunk az időben már csak a stúdiófelvételhez viszonyítva, akkor a stúdiófelvételt követő napon, amikor ez adásba került, délután már a Vakok Intézetét adják át ünnepélyes keretek között? Amikor én először bejártam már az elkészültét követően az intézetet, akkor jó érzéssel tudtam a polgármester úrnak a vállát veregetni, hogy nagyon bölcsen, nagyon gyorsan egy nagyon fontos lépést tett, amikor felajánlotta a magyar kormány számára, hogy ne keresgéljenek tovább az országban. A Vakok Állami Intézetén belül működő rehabilitációs otthon számára, hanem fölhívta a figyelmet, hogy van egy olyan állami tulajdon a városban, amelynek az állam nem feltétlenül a jó gazdája, egy volt oktatási intézmény, amely egy társebb, amivel valamit kell kezdeni, és a lehető leggyorsabban és legpraktikusabban ott lehetne megépíteni ezt az intézetet. Ez egy fontos, ügyes, mondjuk úgy, hogy szemfüles városvezetői megnyilvánulás volt. Na, ehhez jött az Európai Uniós és állami támogatás, a kormányzati döntés, és egy olyan közintézménnyel gazdagodhat Tata, amely megint csak új munkahelyeket hoz létre. Ezt az épületet üzemeltetni kell, ki kell szolgálni, az ott dolgozók és az ott elhelyezett rehabilitációban résztvevő ellátott a klienseknek a mindennapi ellátását is innen kell biztosítani. Ez egy újabb haszonvét lehetősége a városnak, ráadásul az arculathoz is hozzátartozik, a város imázsához, hiszen azt erősíti, hogy Tata egy befogadó város. Tehát a megváltozott képességekkel rendelkezőket, vagy akár a különböző részképességnek a hiányában szenvedőket is ugyanúgy el tudja fogadni, és ugyanúgy be tudja illeszteni a mindennapjaiba. És ez egy fontos gesztus a város részéről, és ez már nem az első ilyen intézmény, hiszen ha az Eső Emberek Alapítványra gondolunk, akkor tudjuk azt, hogy évtizedes hagyományai vannak már ennek a hozzáállásnak itt a városában. Hát ide kapcsolódna, de valahogy mégse ide kapcsolódik, de hát a migráns helyzetről is kellene, hogy essék szó, mert nem annyira sikertörténet, de valahol a befogadásról is szó, meg erről a problémakörről is. Nagyon sokféle megítélése van ennek a helyzetnek. Mi most a jelenlegi olyan, hát nem azt mondom, hogy elfogadott, de legalábbis valami olyan fajta viszony, ami helyesnek mondható, és ugyanakkor azokat a problémákat, amelyek jelen vannak, azokat kellő mértékben és kellő módon is tudja kezelni. Tehát kezdjük azzal, hogy ez nem egy tréfa dolog, és nem egyszerűen menekül, de nem is egyszerűen egy gazdasági bevándorlói kérdéskör. Ez ennél sokkal több. Tulajdonképpen itt egy a saját eddigi otthonában önmagát kényelmetlenül érző, vagy a helyzetét, az életét, vagy a családja egzisztenciáját veszélyben érző emberek közösségének egy új élettér foglalására irányuló törekvése. Tehát föladják azt az otthont, azt a hazát, ahol ők és a felmenőik hosszú-hosszú nemzedékek láncolatán keresztül egy saját kulturális, társadalmi, gazdasági közegben éltek, azt föladják, és tömegesen, százezres nagyságrendben, de akár milliós nagyságrendben keresnek maguknak egy olyan életteret, ahol az őseik által rájuk hagyományozott kultúrának, értékrendnek megfelelő belső társadalmi struktúrát, szerkezetet alakíthatnak ki, és ezzel tudják biztosítani a maguk és családtagjaik megélhetését. Itt nem azzal van alapvetően a probléma, hogy vannak nyugat-európai országok, ahol foglalkoztatási probléma van, méghozzá keresleti oldalon nincs elegendő munkaerő bizonyos tevékenységek elvégzéséhez. Láttunk már ilyet Németország esetében, a török bevándorlók, munkavállalóknak az odaérkezése
van ennek már közel 30 éves gyakorlati tapasztalata. És lehet látni azt, hogy ezek a török közösségek a szomszédos város Tatabánya testvérvárosában Álemben is saját intézményekkel rendelkeznek. Kicsi várossá váltak a városon belül. És ugyanígy mondható már az, hogy szinte vannak már olyan középvárosok Németországban, ahol meghatározóvá vált ez a kultúra. De nem tudtak, mert nem akartak beilleszkedni a németországi vagy az európai értékrendbe és életvitelbe, életszokásokba. Ha itt százezrek vagy milliók jönnek és kerülnek be beékelődő formában az általunk megszokott európai társadalmi közegbe, akkor azt bizony előbb-utóbb szét tudják feszíteni. Azt is láttuk már az elmúlt hónapokban is, hogy különböző nációknak a fiai érkeznek. Olyan országokból érkeznek bevándorlók, amely országok egymással jelenleg sincsenek teljes egészében békességben. Már a úton levésük idején is kialakultak ilyen etnikai konfliktusok. Hogyha nagy számban kell egymás mellett letelepedniük, és ugyanolyan nehezen fognak egymással kijönni, mint a saját szülőföldjükön történt ez az elmúlt évtizedekben, mondhatjuk azt, hogy évszázadokban, sok tekintetben vallási alapon, akkor nagyon nehezen lesz keresztül vihető az, hogy a többségi társadalomba úgy illeszkedjenek be, hogy az a, mondjuk úgy, hogy a benszülöttek számára, vagy az őslakók számára is elfogadható és biztonságot nyújtó legyen. Na ez az, amit Magyarország nem szeretne, ugye döntöttek, markánsan döntöttek a megkérdezett, a nemzeti konzultációban megkérdezett válaszadók, több mint 1 millióan. Úgy vélekedtek, úgy válaszoltak, hogy a magyar államnak kutya kötelessége a kormánynak, hogy biztosítsa az ország szuverenitását, és biztosítsa az itt élő embereknek a biztonságát és a megélhetés elsőbségét. Ez az alapvető feladat. Ezt nem akarta elfogadni és megérteni Európának a politikai elitje. Ma már jelentős mértékben változott a helyzet, mert az ott élő emberek, a helyi nemzeti társadalmak, azok kikényszerítették az ottani politikai vezetőkből is legalább a retorikai szinten történő változásnak a szükségességét. Legyen mentségükre mondva, hogy értelemszerűen néhány héttel később kellett szembesülniük azzal a migráns áradattal, amivel Magyarország és a dél-európai országok már a tavasz folyamán is találkoztak, és feszítő problémaként kezelni is kellett ezeket a helyzeteket. Nehéz volt megítélni, hogy mi most a jó döntés, vagy egyáltalán mi miért történik, hisz az áradat elindult, és akkor közben lépett a kormány, válaszolt rá Európa, vagy éppen nem válaszolt rá Európa, aztán megint lépett a magyar kormány. Tehát egy ilyen olyan átmenet volt hónapokon keresztül, vagy legalább egy hónapon keresztül, ami szerintem sokakban pro és kontra véleményeket fogalmazott. Hát igen, ez azt mutatja tulajdonképpen, ami miatt én 2007-ben a lisszaboni szerződést nem szavaztam meg az országgyűlésben. Meglehetősen kevesen voltunk azok, akik ezt nem szavaztuk meg, mert mind ellenzék, mind pedig az akkori kormánypártok összefogva az Európai Unió elvárásainak megfelelően ezt megtették. És egy olyan intézményrendszer jött létre, amely nem működőképes, és a saját maga által hozott döntések végrehajtását sem tudja kikényszeríteni saját hatáskörében, a saját maga által létrehozott intézményeken belül. Tehát van egy schengeni egyezmény, ami azt mondja, hogy a belső határok átjárhatók, de a külső határokat az adott nemzet államnak kell átjárhatatlanságát, vagy feltételekhez kötött átjárhatóságát garantálnia. És Magyarország ezt tette. Akkor komoly ellenállást váltott ez ki, vagy neheztelést váltott ki. És nézzük meg, hogy néhány hónap után fölmerült annak a nem lehetősége, hanem már követelménye, hogy Németország tranzitzónákat alakítson ki a határon, és ott gyorsított eljárásban döntsön arról, hogy ki az, aki menekült státuszt kaphat, és ki az, akit nem engednek be Németországba. Most ez azért izgalmas,
mert Németországnak alapvetően a szomszédai azok mind schengeni országok. Tehát Schengenen belül, ahol a határok átjárhatóak, akar most már a német kormányzat kialakítani tranzitzónát, amely már itt a Dublini egyezménynek a előírásait is erőteljesen megkérdőjelezi. Éppen ezért Magyarország megítélése is nagyon sokat változott, nem csak az országok helyi közösségei, társadalma, a lakossága részéről, hanem az Európai Uniós közösséghez tartozó országok részéről is. És ami nagyon fontos és figyelemre méltó, hogy a visegrádi négyek egy szorosabb együttműködést alakítottak ki, és amit mondjuk a NATO vagy az Európai Unió határrendészete nem biztosított segítségként, azt a V4-ek társországai, Csehországgal az élükön, azt a segítséget biztosítják Magyarország számára, és a magyar határvédelem szolgálatába éppen a mai nappal megérkeztek az első cseh katonák is, megfelelő felszereltséggel, technikával is, hogy segítséget nyújtsanak a közös európai határok, a schengeni határok megőrzéséhez. Tehát modern változatban tulajdonképpen ez olyan, mint a 500 évvel ezelőtti vívódásunk a keresztény Európa megvédése érdekében, hogy a nagy seregeket, ha a pápa, ha a német római birodalom feje ígérte, akkor sem nagyon kaptuk meg, viszont a kisebb országok, kisebb csapatai, azok mindig eljöttek segíteni, és azok mindig itt voltak az egyesített, úgymond a magyar zászló alatt egyesített európai keresztény seregekben. Jó példája ennek akár Tata, ugye a Tatai Patara fesztivál idején, ebből kapunk némi ízelítőt. Na most egy hasonló helyzet állt elő, amit én nagyon pozitív változásnak ítélek meg, mert ez az együttműködés hozhatja felszínre azokat a jogos elvárásokat a közép-európai kis országok részéről, amelyeket nem nagyon akar megérteni, vagy nem nagyon akar meghallani az Európai Unió, vagy akár Németország, hogy egy eltelt 25 esztendő. Minden ugyanannyiba kerül, és olyan feltételekkel lehet hozzáférni ezekben az országokban, mint a korábban már nyugathoz sorolt nyugati országokban, ugyanakkor ugyanazért a munkáért, ugyanannak a tulajdonosnak az itteni gyárában elvégzett munkáért csak ötöd résznyi fizetség jár. És akkor azt tessék beosztani, abból tessék megélni, abból tessék megújítani a fizikai és egészségügyi erőforrásokat, az oktatásba tessék sikerrel a gyerekeket benevezni, és európai szintű versenyképes szakmát vagy diplomát biztosítani családi körülmények között számukra. Azt gondolom, hogy ez nem egy helyén való dolog. Közben megkövetelni azt ezen országoktól, hogy ugyanolyan mértékben a lakosság számához mérve teljesítsék a közösen vállalt kötelezettségeket. Akár a kvóta kérdésében, ami önmagában, nevetséges, majdnem azt mondtam, hogy bohóckodás, mert a fél évvel ezelőtti állapotoknak megfelelő kvóta kiosztás történt, de azóta már százezrek érkeztek, és a következő hónapokban újabb százezrek fognak érkezni. Legfeljebb akkor arról beszélhetünk, hogy mely országokban, milyen mértékben adjuk át tulajdonképpen azt az életteret, amelyet hosszú-hosszú évszázadokon keresztül az eleink, hogyha kellett, akkor a saját életüket kockáztatva vagy adva megvédtek, hogy mi élhessünk ezekben az országokban. Ugye erről szólnak tulajdonképpen az első és második világháborús emlékművek, vagy akár a 48-as, 49-es szabadságharcnak az emlékművei. Hajlamosak vagyunk ezt a témát, mivel már hetek, hónapok óta húzódik, egy kicsit fásultan kezelni. De nyilván, hogy ennek kell, hogy legyen olyan szintű megoldása is, ami nem csak a jelent kezeli, hanem a hosszú távot is. Én feszegetem a határokat mindig, és most is feszegetem. Hónapokkal ezelőtt fölvetettem már, hogy talán elérkezett annak az ideje, hogy érdemben kezdjünk már el egy disputát a sorkötelezettségnek a kérdéséről. Legalább az önkéntes sorkötelezettségnek a kérdéséről. Mert hiába akarjuk mi a határainkat megvédeni,
akkor, hogyha nem rendelkezünk fölkészült határvédelemre, minősített helyzetben határvédelemre behívható, vezényelhető állománnyal. Márpedig ezzel nem rendelkezünk. És azt is látjuk, hogy senki nem fogja a mi határainkat megvédeni, szuverenitásunkért kiállni, leszámítva azt a néhány kis országot, akik 100-200 katonát szolidaritásból rendelkezésünkre, a közös ügy, közös cél rendelkezésére bocsájtanak. Tehát nincs más megoldás, el kell ezen gondolkodni, nem kötelező, általánosan kötelező, de de önkéntes, hát sorkötelezettségnek a feltételeit. Végig kellene gondolni, hogy tudunk-e ekkora áldozatot hozni, hogy aki be akar vonulni, aki az alapképzésben, kiképzésben részt akar venni, annak a feltételeket biztosítjuk. Én azt mondom, hogy biztosítsuk. Tehát ez lenne a szerencsés. Nem lehet mozgósítani olyan embereket lelkesedésből, akik azt mondják, hogy megyünk, mert a haza megkívánja, de az életükben nem volt még puska a kezükbe, és nem tudják azt, hogy a harckocsinak a lövegtornya az minden irányba forog, meg maga a harckocsi sarkon tud fordulni egy pillanat alatt a lánctalpakon, és eleje, se vége nincsen. Tehát az alapvető ismeretek, az alapvető alakiság, a vezényelhetőség az szükséges ahhoz, hogy minősített helyzetbe ne szédelegve próbáljuk megkezelni a problémát, hanem célirányosan, megfelelő hatékonysággal, saját és a velünk együtt szolgáltató teljesítők biztonságára is odafigyelve tudjuk elvégezni. Nehéz kérdés ez. Jelenlegi haderő erre képtelen? A jelenlegi haderő, én azt gondolom, hogy erre a feladatra ebben a formájában nem képes. Ráadásul az Európai Uniós és a nemzetközi kötelezettségek, amelyeket fölvállaltunk, azok nem is nagyon pártolják a nemzeti honvédségek határvédelemben történő alkalmazását. Inkább misszióba. Ezt nem én mondtam. És ugye ezeknek a misszióknak a létjogosultsága is megkérdőjelezhető. A legutolsót sem tudtam megszavazni, hogy 30-40 milliárd forintot költsünk egy olyan kétes értékű és kimenetelű szerepvállalásra ott a iszlám térségben, amely inkább problémákat hozhat Magyarország mondjuk külpolitikai mozgás terében, mint amennyi támogatást és segítséget nyújtana. Ez a téma nyilván, hogy formálódik majd is akkor a következő negyedévesre, még valószínűleg ezzel még vissza kell, hogy kanyarodjunk. Viszont szeretném, hogyha egy témáról még beszélnénk, és ez pedig a járadékok kérdése, még a rehabilitációs járadék kérdése. Én említettem azt a bizonyos szót, hogy beleállunk, és hát ha szabad így fogalmaznom, ez lesz a következő harci feladat a Bencsik János parlamenti képviselőnek, hogy ezt a fajta vonalat képviselve, vagy képviselte, és ezt a több irányból érkező igényt a parlamenten keresztül, vagy a törvényhozatalon. Nem elégséges az igazságosság, méltányosság is szükséges hozzá. Erről is beszélgettünk már jó néhányszor. És amikor az adósság konszolidációra került sor, másfél, közel két esztendővel ezelőtt, ahogy végigjártam a gazdasági társaságokat, én ott találkoztam a megváltozott munkaképességű munkavállalóknak a képviselőivel is. Hiszen nagyon sok védett munkahely van a két város ipari övezeteiben, ipari parkjaiban. 2012-ben, amikor megváltozott a rokkant nyugdíjazásra vonatkozó törvény, akkor megszűnt a rokkant nyugdíj és rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék került megállapításra, ami azt is jelentette, hogy akinek az egészségi állapota nem romlott meg olyan mértékben, hogy munkát tud vállalni, az 4-6 órában munkát is vállalhat, és a munkajövedelemből, valamint ebből a járadékból áll össze neki a jövedelme. Igen ám. De egy olyan szabály is érvényben maradt, a kettős állami támogatás tiltására vonatkozó szabály, hogyha valaki keresőképtelenné válik, megváltozott munkaképességű, beteg lesz, akkor ugye kapja a táppénzt, ami a jövedelmének a 70%-a, de erre az időre nem kaphatja a járadékot, az alapjáradékot, ami éppen a rehabilitációs, tehát a megváltozott munkaképessége után, a csökkent munkaképessége után jár neki. Alapszinten.
Most azt gondolom, hogy ez már se nem igazságos, se nem méltányos. Az igazságos volt, hogy aki eddig hát rokkant nyugdíjas volt, de nem veszítette teljes egészében a közösség számára értékteremtésre való alkalmasságát, akkor az járjon dolgozni. De azt nem várhatjuk el tőle, hogy egy kiszolgáltatott helyzetben, ha megbetegszik, akkor még az alapjáradékot is elvegyük. Hát ezért indítottam én el egy olyan kezdeményezést, hogy ezt tudjuk orvosolni, és egy bő egy éves Herce Urca után sikerült elérni azt, hogy most bekerüljön ebbe az adminisztráció csökkentési csomagba, és január 1-től újra kaphatja majd a megváltozott munkaképességű keresőképtelenség idején is a járadékot, illetve a táppénzét. No, de ehhez is szükség volt arra, hogy bátran odaálljanak mellém az érintettek, fogadó órákon is rendszeresen ébren tartsák bennem azt a küzdőszellemet, ami ehhez szükségeltetett, illetve a mozgáskorlátozottak egyesülete, a megyei is, és az országos is ebben nagyon komoly szakmai segítséget nyújtott. Elkezdődött az őszi szak, milyen fontos kiemelt témák lesznek, mi az, amivel fognak foglalkozni? Hát most már részben említette nyilván ezt a csomagtörvényt, vagy törvénycsomagot. Hát egész biztos, hogy a migrációs helyzet az befolyásolni fogja az egész őszi törvénykezésnek a menetrendjét egyrészt. Másrészt ez a törvénycsomag, ez számtalan, apró cseprő törvény módosítást foglal magába, amely meg tudja könnyíteni a mindennapi embernek az életét. Gondoljunk csak arra, hogy akik környezetkímélő autóval járnak, azoknak a továbbiakban, regisztrációs adóban, ebben, abban, amabban kedvezmény lesz, vagy mentességet fognak élvezni. A különböző okmányok kiváltásánál nem kell fizetni majd azokat a illetékeket, eljárási illetékeket, amelyeket eddig kellett, akár jogosítványnál, akár személyigazolványnál, vagy adóigazolás, bárminél. Ezek mind-mind olyan könnyebbségek, amelyek összességében legalább 10 milliárd forintos kiadáscsökkentést fognak biztosítani. Elsősorban a lakosság, másodszorban pedig a kisvállalkozások, az egyéni és kisvállalkozásoknak az életében. És aztán még jönnek az adótörvények, amelyeket meg kell tárgyalnunk meghatározott időre, tehát azt még november végéig meg kell tárgyalni, el kell fogadni. Egy kicsit beszéljünk Bencsik Jánosról is, mert volt egy összefoglaló az által ért túráról, és láttam, hogy kenuba ült családosról. Igen, fürödtünk is egyet, tehát mi sem úsztuk meg, pontosabban mi is úsztunk egyet ugyanúgy, mint a részvevőknek a többsége. Nem volt hideg a víz, kifejezetten jó idő volt, egyetlen egy probléma van. Olyan populáris rendezvényé vált az által ért túra, régebben is voltam 2-3 alkalommal, amely most már messze távolból, még a határon túlról is vonza azokat, akik szívesen jönnek el úgy vadvizen evezni, mert ilyenkor azért vadvízi körülmények vannak az általéren, hogy közben elengedhetik egy kicsit magukat, kikapcsolódhatnak, és az az igazság, hogy egyre többen iszogatnak, nem azzal a mértékkel, amely egyébként a bölcs, megfontolt, másokra is odafigyelő magatartást folyamatosan az elejétől kezdve a dunahalmási zsilipjekig biztosítani tudják számukra. Szóval azért voltak olyan részeg emberek, akiknek nem feltétlenül lett volna ott a helye, és azért az érzékelhető volt, hogy ez már a békés járművezetőkre komoly veszélyforrást jelenthet. Ez olyan, mint a közúti közlekedés. Tehát betarthatja a többség a szabályokat, de hogyha van egy-két nem odavaró, nem figyelő idióta, vagy hogy mondjam, megváltozott belátóképességű ember, akkor abból komoly bajok lehetnek. Márpedig azt látni kell, hogy az általér szabályozásával, most párhuzamosan, a kerékpárút építéssel is, azért olyan vízkormányzási művek kerültek be, és olyan kőfalak kerültek be a mederbe, mind a mellett, hogy a növényzetnek a kitakarítása is megtörtént, amely felgyorsította a kicsi általérnek, ilyenkor kisebb folyóként működő általérnek a sebességét, és nagyon könnyen oda tudja csapni azokhoz a műtárgyakhoz a vízi járműveket, amelyekkel ott közlekednek, és hogyha még bekerül egy-két ilyen
szédergő magáról mit sem tudó, és legfeljebb csak sejtő, hát tutajos, akkor abból azért komoly veszélyforrások is kialakulhatnak. Ezzel együtt egy hihetetlen jó rendezvény, és a városnak, Tatavárosának az arculatához, az ökoturisztikával együtt nagyon-nagyon jelentős hozzáadott értéket tud biztosítani. Akkor jövőre is indul. Hát persze, hát ott kell lenni. Úgy a termékeket, szolgáltatásokat kell felfűzni rá, hogy még érdekesebb, még izgalmasabb legyen. De oda kell figyelni arra is, hogy azért a rendet alapszinten fönn kell tartani, mert ez már nem vicc. Képviselő, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. Nézőink pedig megköszönöm, megtisztelő figyelmét, további szép estét kívánok.